Húsvét a beteljesített szeretet. Az atya egyszülött fiát adta az emberekért, amelynél nagyobb áldozat nincs, írja húsvéti üzenetében Kozma Imre atya. Ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a valaha kereszténységben született Európa ma a szabadság torszülöttje. A világ tagadja a bűnt és tagadja a keresztet is. Felhívja a figyelmet, hogy Isten szabadnak teremtett minket, de nem függetlennek. A végső cél pedig Isten kell, hogy legyen. Isten, aki húsvétkor kibékült az emberrel. Barna folytatja. Nagyon szépen köszönöm Kozma Imre atya a vendégem, irgalmas rendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapító elnöke. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Áldott húsvétot. Úgy, mint az őseink mondták, Krisztus feltámadt, valóban feltámadt, és ez a valóban nekik azt jelentett, hogy minden rendben. Olvastam egy gondolatot, hogy Jézus meghalt, szeretetből halt meg azért, hogy azt az atyai szeretetet, amit ő kapott, továbbadja az embereknek. Ez valóban így van? Ez teljes egészében így van. Jézus, amikor küldi az apostolokat, menjetek el az egész világra, és tanítsatok minden népet, és kereszteljétek meg őket, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, és ez nagyon fontos, hogy megtanuljuk, ez azt jelenti, hogy minket jobban szeretett önmagánál. És ez egy döntő, mert az Isten jobban szeret önmagánál minket. És világos, hogy ez a mi üzenetünk, az Isten példájára úgy találkozzunk egymással, mint akik annak az embernek a legjavát akarják. És ez a szeretet. Az atya egyszülött fiát adta. Van ennél nagyobb áldozat? Nincs. Nincs. Ez teljes egészében egyértelmű, és nagyon fontos, hogy itt a húsvét üzenetében a szeretet meg a szenvedés összetartozását világosan lássuk, hiszen a szeretetet az áldozat hitelesíti. Szeretet és szenvedés összetartozik, mert olyan könnyű mondani, hogy szeretlek, de ezt igazolni kell. Annak a szeretetnek van életalakító ereje, amikor amögött ott van az embernek a teljes elkötelezettsége, akár mondhatom azt, amit Jézus bízott az apostolokra, hogy jobban szeressétek egymást, mint önmagatokat. Hát ez az áldozatnak az ereje, ez valóban életet hoz. Hát egy ember, ha megtapasztalja azt, hogy ilyen fontos egy másik embernek, hát ez maga az élet. Hát pontosan erre vágyunk mindannyian, hogy legalább valakinek fontosak legyünk, hogy az valaki igazolja az én létemet, és egyedül a szeretettel és az egymásért hozott áldozattal tudjuk igazolni az életet egymás számára. Hát ez a megváltás, ez a új élet, hogy így fordulunk mi egymáshoz. A kereszténységben született Európa, most nem akarok visszamenni a legelejére, húszra húzni. Hogy néz ki most? Hogy látja? Hűtlen, mert elhagyta az örökségét. Pontosan azt, ami ezt az új életet jelenti az ember számára, lemondott erről Európa. Isten tagadó, a vallásról lemondó, és ezzel mindenről az értékről lemondott, ami az új életet jelentette az ember számára. Mert csak az Istentől tudjuk megtanulni azt, hogy érted, és csak az Istentől tudjuk azt is megtanulni, hogy egymásért vagyunk felelősek, és ezt az egymásért való felelősséget a szolgálatunkkal tudjuk igazolni, hogy nem azt várjuk, hogy a másik ember szolgáljon bennünket, hanem az emberi kapcsolatunknak ez egy másik igazolása, hogy a másik emberért minden szolgálatot vállalok. Jézusnak a csodálatos utolsó vacsorai teremben hallott üzenete, ki a nagyobb, az, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Hát egyértelmű a válasz, aki felszolgál. És akkor Jézus, aki az asztal főn ül, akinek a vendégei az apostolok, akik körülülik az asztalt,
Jézus föláll, kötényt köt maga elé, és megmossa az apostolok lábát, szolgál. Ezzel akarja igazolni, mit jelent ez a cím a mi emberi világunkban, hogy Úr. Mit jelent a mi emberi világunkban az, hogy vezető valaki. Ezt jelenti, hogy kötényt köt maga elé, most jelképesen mondom, és azért vezető, mert ő felelős minden munkatársáért, és ez a felelősség a szolgálat. Szeretnék Imre atyától idézni, hogy ebben a világban, ahol élünk, most Európát érintettük csak, de az egész világra szerintem ezt kivetíthetjük. Azt mondotta Imre atya, mit tegyünk hát? Fosszuk meg az ember szabadságától, hogy megmentsük a bűntől. Tegyük csorda lényé, mert az állatnak nincs bűne. Ezzel rettenetes árat fizetnénk. Miért? Hát azt az árat fizetnénk, hogy az ember megszűnne erkölcsi lénynek lenni. Erkölcsi lénynek lenni azt jelenti, hogy az ember normális, vagyis normálhoz igazodik. Hát ez egy másik igazság, pont az új világrendben, a megváltottság rendjében, hogy ott törvények vannak, a törvény a norma. És akkor, amikor az ember a törvényekhez igazodik, persze nem könnyű ez. Hát sokkal könnyebb lenne anélkül élni, hát ezért vetettem föl ezt a gondolatot, de nem lehet elvetni, mert akkor az ember megszűnik embernek lenni, mert az emberi létünkhöz hozzátartozik a szabadság. Még azzal a kockázattal is igent kell mondani a szabadságról, hogy bűnt is tudunk elkövetni, csak egyet ne felejtsünk el, a becsületes bűnösöket az Isten is szereti. Azok a becsületes bűnösök, akik tudják azt, hogy nem tökéletesek, gyarlók és esendők vagyunk, és nem véletlenül mondta Jézus, nem azért jöttem, hogy az igazokat hívjam, hanem a bűnösöket, azokat, akik tudják, hogy meg kell őket menteni önmaguktól, mert esendők vagyunk, és az Isten ezeket az embereket szereti. A bűnüket tagadó emberekkel az Isten se tud mit kezdeni, és pontosan ez a Isten nélküli világ abban tetszelek, hogy ő bűntelen. Ó, milyen érdekes ez a világ, amelyben élünk, bűntelen világ. Hát akkor miért akarunk ebből kikeveredni? Tehát az erkölcs, a lélek egészsége pontosan ezt jelenti, hogy az ember normális, norma követő, aki erről lemond, az abnormális. És az ember közösségi lény, nem magányos lények vagyunk, hanem egy közösség tagjai, következésképpen csak normális emberek tudnak közösségben együtt élni, vagyis egymásra figyelni, egymás életét szolgálni, közösséget alkotni, és legfőképpen szeretett közösséget. A Máltának is ezért ez az üzenete. A szeretett közösségre építkezik a normális emberi társadalom, mert ez meghatározza a mindennapunk hangulatát is, a mindennapunknak a létét. Ha mindenki követi a normát egy közösségben, az egy normális közösség, Imre atya gondolatát folytatva. De ha egy valaki megszegi a normát, akkor ügyt a közösség kiveti magából? Hát nem szabad kivetni, mert más a bűn és más a bűnös. Felelősek vagyunk a bűnösért is, aki kilép ebből a körből, de ettől nem lehet kitaszítani a körből, hanem bombázzuk a szeretetünkkel, hogy rájöjjön arra, hogy így nem lehet élni, mert aki így gondolkodik, az viteti magát. És ha túl sokan vannak ilyenek, akik vitetik magukat a közösséggel, hát akkor az a közösség csődbe jut. Tehát nekünk mindent meg kell tenni. Ez is húsvétnak az üzenete, hogy ezeket az embereket, a mi gondolkodásunkkal, a magatartásunkkal jóra bírjuk, és úgy kerüljön vissza a közösségbe, hogy ő is ismerje föl, hogy adósa a másik embernek, és akkor kiegyenlítődnek a különbözőségek a közösségben. Imre atya, hogy látja, hogy tegyük föl, én elkövetek valami bűnt, és
bűnbánatot gyakorolok. De honnan tudom, hogy mennyire mély az én bűnbánatom? Mennyire volt hasznos ez a bűnbánat? Hát azt ki tudja. Ez az embernek a titka, viszont hát újra meg újra visszaesünk ugyanazokba a bűnökbe, de azért fogatkozunk és próbálunk talpra állni. Hát az egész életünk egy ilyen próbálkozás, és boldogok azok, akiknek ez sikerül. És azt gondolom, ha többet tudunk meg az Isten titkáról, a szeretet titkáról, Jézus Krisztus megváltó szeretetéről, akkor lehetetlen, hogy közömbösek maradjunk, és akkor ilyen esetekben mindig arra gondolunk, hogy hát a másik embernek a terhére vagyok ilyenkor. Tehát koradzsó, erősödjünk, erősítsük meg magunkat, hogy valóban úgy tartozunk össze, hogy összeadjuk az erőinket, mert a közösségben van az erő, és csak az erő tudja hordozni az emberi közösségek életét. Jézus szemszögéből hogyan lehet értelmezni a szabadság és a függetlenség kérdését? Gyakorlatilag senki se független. Függünk az Istentől, és függünk egymástól. Ezért például írtam ebben az idei húsvéton, hogy szenvedésben megváltás, ami végeredményben azt jelenti, hogy egymást szeretni igyekszünk minden erőnkkel, és ezt az áldozatkészségünkkel igazoljuk, és ha így tartozunk össze, akkor mi egymás számára ajándék vagyunk. Nem tudunk függetlenek lenni, mert a közösségben élünk, a közösségben pedig nincsenek függetlenek. A közös sors, az közös feladatvállalás, az közös a terhek hordozásában, és közös az örömökben, boldogságban, és a megváltott világ pontosan azt jelenti, azoknak a közössége, akik egymásért élnek, az őskeresztények esetében, amikor a pogány világból létrejött az első keresztény közösség, azt mondták, nézzétek, hogy szeretik egymást, és mindenki ehhez a közösséghez szeretett volna tartozni, és igyekeztek is, ezért szinte robbanásszerűen terjedt a kereszténység, és jöttek létre az új és új közösségek, és fölismerték az emberek azt, hogy hát ez a boldogság, hát milyen szépen tudjuk nagyobb boldogság adni, mint kapni. Hát tessék ezt az igazságot megjeleníteni, és boldogabbak leszünk. Én egyre többször azt látom, hogy boldogság szegény a világ, amelyben élünk, mert nem tud boldog lenni az, aki nem tesz jót. Aki jót tesz, az jobb lesz. És a minden jó cselekedet után egy olyan jó érzés tölt el bennünket, hogy na, ez igen, nincs lelkiismeret furdalás, nincs szégyenkezés, mert valami olyat tett az ember, aminek ő maga is tud örülni. Hát ez az élet ajándéka, ez az öröm, ez a boldogság, ezt nem lehet úgy kapni valakitől, ezt az ember magának szerzi, éppen a cselekedetei által, amit a másik emberért örömmel, minden áldozatot vállalva, ahogy Jézus ugye a kereszt halálával váltott meg, mert nagyobb szeretete ennél nincs, hát próbáljunk ehhez a nagyobb szeretethez felnőni. Nem azt mondom, hogy halljunk meg most, hanem minden jó cselekedetünkben egy picit meghalunk egyébként is, mert valamiről lemondunk azért, hogy a másikra jobban figyeljünk. Imre atya, nagyon szépen köszönöm, és én is áldott húsvétot kívánok. Köszönöm szépen, én is minden hallgatójának és nézőjének, televízió előtt ülőknek áldott húsvétot mindenkinek, örömben, békességben és boldogságban, most különösen a békességnek nincs alternatívája, hogy a békének, hát próbáljuk megteremteni. Köszönöm.